A szabadtéri szezon zárását követően 40 csapat részvételével november elején rajtolt el a nyíregyházi téli terembajnokság. A 4-10-es csoportban a csapatok körmérkőzéses formában döntötték el a helyezések sorsát. A csoportok első két helyezettje a szuperdöntőben mért össze tudását a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában. Óriási küzdelmek voltak egész idő alatt a bajnokságban. Nagyon élvezték a csapatok a játékot, hiszen ki voltak éhezve, hogy a Covid is egy kicsit hátráltatta a szereplésüket, hogy nem lehetett hol játszani. Itt viszont biztosítva volt minden lehetőség. Az Zrínyi a gimnázium bencsarnokában csodálatos körülmények között tudunk játszani, és mindennek kaptunk, amit csak kértünk. Vannak olyan csapatok, amik igazán profi módon készülnek erre a bajnokságra, nem csak itt, hanem a Salakon is. Sok neves játékos, most már egyre több olyan játékos játszik a bajnokságunkban, nem csak a mi volt NB1-es csapatunkból, hanem most már Debrecenből is, ugye Igor Bogdanovics, Kerekes Zsombor, Ronald Habi, itt játszik a Rajabisnak, vagy a Fáraó Bútornak a csapatába, és ezért óriási közönség vonzó. Most is látszott, hogy gyakorlatilag jó 3 méter ház volt ezen a terem döntőn. A döntőben egy gól született, amivel a Hetbend középút nyerte a szuperdöntőt a Rajalvírs ellen. A harmadik helyen a Marsó Kft. Csapata végzett, a negyedik hely pedig a Nyíresel Kft. Együttesének jutott. A győztes csapat kapitánya szerint nem ők számítottak a torna esélyesének. A B csoportot sikerült megnyernünk, a szuperkupára úgy indultunk el, hogy minél jobb eredményt érjünk el, álmunkban nem gondoltuk volna, hogy ezt sikerül megnyernünk, de hál' Istennek a döntőbe Brondics Peti góljával behúztuk. Nem mi voltunk az esélyesebbek. A sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy minél többen sportoljanak. Nem mindenkiből lesz élsportoló, de az egészségmegőrzés és a közösségi élmény miatt is fontos a rendszeres mozgás. A labdarúgás a legnépszerűbb sportág a világban, és itt Nyíregyházán is. Hogyha a leigazolt sportolók számát nézzük, akkor több, mint a fele labdarúgó. Ez azt is jelenti, hogy a szabadidősportban is ugyanígy van, és a kispályás és teremlabdarúgók számát, hogyha nézzük, akkor több mint 3500 sportolónk van itt Nyíregyházán, akik a szabadidősportban jeleskednek, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ők adják azt a sportszeretetet, amely átmegy a kisebbekhez, és ezáltal sokkal, de sokkal egészségesebbek is leszünk, hiszen a legfontosabb célunk az, hogy mindenki sportoljon, legyen mindenki sportoló, nem kell, hogy versenysportoló legyen, hogyha tehetséges és tényleg szeretné, akkor lehetőséget kínálva arra, hogy tényleg versenyző is legyen, de az amatőröknek is nagyon fontos az, hogy bajnokságuk legyen. Mint Dajka László elmondta, ha az időjárás engedi, március végén rajtol a szabadtéri szezon, június közepén pedig 10. alkalommal rendezik meg Sóstón a Strandfoszi Fesztivált.